A sarkvidéki jégtakaró olvadásával sok új gáz és olajmező lesz hozzáférhető, ezért az északi sark körüli térség a hatalmi törekvések is a verseny területe lett. Erre fel kell készülnünk, fogalmazott Mike Pompeo az északi sarkvidéki tanács finnországi ülésén. Az amerikai külügyminiszter egyúttal óvaintette Kínát a megalapozatlan igényektől. Ez egy sajátos logika megközelítés, hiszen az Egyesült Államok végső soron hivatalosan tagadja az éghajlatváltozás tényét. Eközben vizsgálja a klímaváltozás következményeiből adódó sarkvidéki üzleti lehetőségeket, mint az olajmezők, a tengeri útvonalak. Ez ténylegesen azt jelenti, hogy a sarkvidéki tanács kisebb országai számolhatnak az Egyesült Államok, Kína és egyre inkább Oroszország nagyhatalmi rivalizálásával a térségben, állítja a szakértő. Az északi sarkköri országokat tömörítő szervezet tagjai Finnország, Izland, Norvégia, Oroszország, Svédország, az Egyesült Államok, Kanada és Dánia. Mike Pompeo beszéde aznap hangzott el, amikor az ENSZ hivatalos jelentésben adta ki, hogy nagyjából 1 millió faj fog eltűnni a Földről, a főleg az ember okozta klímaváltozás miatt.